A Robert Bosch Elektronika Kft. Támogatásával 3 millió forintból újult meg a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet gyermekosztályának kezelőhelyisége. Újabb fázisához ért a Kistarcsai ifjúságtér fejlesztése. A tervezőcsapat márciusban terjeszti a képviselőtestület elé az eddig összegyűjtött javaslatokat összegző dokumentációját. Március 19-én új időszaki kiállítás nyílt a Gödöllői Városi Múzeumban, mely a város 50 éves jubileumát ünneplő tematikus évrendezvény sorozatához kapcsolódik. 10. alkalommal tartottak közös imádkozást hazánk sorsának jobbrafordulásáért március 20-án Verőcén a Lósi völgyben. Az Ima Magyarországért rendezvényen több százan vettek részt.